Úgy érzem, hogy Isten velem van, és azt mondja, hogy erre születtél. Ez a szenvedélyed. Okkal helyeztem beléd. Ezért mondom azt, hogy megnyertem az egyetlen aranyérmet, ami számít. Vincent Hancock vagyok, és Isten hűségessé tett. A kétszeres olimpiai aranyérmes és háromszoros világbajnok Vincent Hancock már 10 éves korában tudta, hogy a sportlövészet a szenvedélye. A golfra hasonlít, itt is megfelelő mentalitás kell. Van egy lövés előtti rutin, amit tökéletesen el kell végezni minden egyes alkalommal. Versenyeztem már hurikánok közepette, hóviharban, és mindig hibátlanul kell teljesíteni. Nincs annál nagyobb kihívás, mint folyton legyőzni saját magunkat. Az első világbajnoki címét 16 évesen szerezte. Felismerte, hogy az önállóság és az eltökéltség kulcsfontosságúak a sikerhez. Ha a legjobb napot fogom ki, tudom, nem veszíthetek, mert a legjobb formám tökéletes. Hosszú évekig keményen dolgoztam, hogy eljussak erre a szintre. 2008-ban, amikor a pekingi olimpiára készült, összeházasodott Rebekával. Ő csendben Krisztusban próbálta tartani. Próbáltam mindig bátorítani, hogy tudja, Isten hatalmas. És amikor kétségeink vagy szükségeink vannak, Isten akkor is velünk van és támogat. Én mindig is kereszténynek tartottam magamat, de most visszanézve, minden voltam, csak az nem. Az aranyra fókuszáltam, és kizárólag erre tudtam gondolni. Gyakorlatilag magammal vonszoltam őt is. Vincent volt a világbajnok, és az esélyes az aranyra. Megszerezte, és feljutott a csúcsra, egy ideig. Hajtottam, és megnyertem a világbajnokságot 2009-ben másodjára is. De 2010-ben Vincent csak egy érmet nyert, és kezdett elviselhetetlenné, és követelőzővé válni otthon. Szinte minden összejött 2011-ben. A kapcsolatunkban is ez a legrosszabb év volt. Életem leggyengébb formájában voltam. Már nem élveztem az egészet, és nem tudtam, mit tegyek. Az az igazság, hogy teljesen szétestem. Próbáltam bíztatni, és mondtam, hogy imádkozzon. Kérje Istent, és legyen vele olyan a kapcsolata, hogy oda tudja vezetni, ahol látni akarja. Végül a felesége szavai betaláltak, és megfogadta a tanácsot. Csalódtam benne, csalódtam magamban, csalódtam Istenben, és aznap éjjel csak imádkoztam és sírtam órákon át. És akkor éjjel Isten elkezdte felnyitni a szemeimet, és megmutatta a dolgokat, amiket eddig tettem, azokat, amiket elrontottam. Lehetővé tette, hogy helyrehozzam őket, és elismerjem. Istenem, igazad van, bocsáss meg nekem, hogy idáig jutottam, mert tudom, hogy sikeres akarok lenni a sportban, de elsősorban rád és a családomra kell figyelnem. A kapcsolatunk kivirágzott. Olyan lett, amilyen azelőtt soha nem volt, és most sokkal, de sokkal jobb. Egy évvel később Londonban Vincent lett az első sportlövész, aki ismét olimpiai bajnok tudott lenni. Az egészért Istennek adja a dicsőséget, a győzelmekért és az új szívért. Megmutatta nekem azt az embert, akivé szerettem volna válni, de azt is megmutatta, ha folytatom a karrierem, olyan is lehetek, amilyet látni szeretne. Ő valóban megbecsüli a lehetőséget, amit Isten adott neki, hogy ő is adhasson Istennek. Vincentnek ez nem az eredményekről szól, hanem arról, amit Isten rajta keresztül tett Istenért. 2016-ban sokak meglepetésére Vincent nem jutott be a döntőbe Rióban, de a hite Istenben nem rendült meg. Számomra a hűség bizalmat jelent, és én a pályafutásom elején csak is magamban bíztam. Magabiztosan indultam, és aranyérmet akartam nyerni. De aztán Isten tett hűségessé, mert most már tudom, mi is a hit valójában. Az, hogy bízok Isten tervében az életemben. Bízom benne, hiszek benne, szeretem őt, és hűséges vagyok ahhoz, hogy ő az Istenem.